Hajtós mérkőzés volt, mind a két csapat küzdött a győzelemért. Nekünk volt délelőtt egy edzés és egy konditermes edzés, ami pluszban az erőnlétet is fejleszti nekünk. Ez inkább még a felkészülés során az erőnlétre ment inkább rá. De szerettünk volna győzni attól, és minden többet megtettünk a győzelemért. Jól érzem magam a jobb hátvéd szerepkörében, de ugyanúgy a védelem összes pozíciójában. Sokat futok fel a szélen, próbálom támogatni a csatárokat is. Jó csapat ellen tudtunk játszani egy jó felkészülési mérkőzést. Ugye nem kaptunk gólt, úgy gondolom, hogy a védekezés az jó volt, igazából Botinak nem volt olyan nagy bravúr, ami kellett volna, két kapra lövés volt 90 perc alatt. Itt elsősorban nem csak a védők munkáját tudom kiemelni, itt mint csapat jó védekezett. Ellentétben velünk volt egy jó pár 5-6 helyzetünk, az első 5. percben volt két zicserünk, amit sajnos nem tudtunk góra értékesíteni, de úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzés volt, és ráadásul tudtuk azokat a gondolatokat, illetve azokat a dolgokat megborsítani, amit a mester kért tőlünk a táblán a mérkőzés előtt. Yes, it was a better match than last game. Jobb mérkőzést játszottunk, mint legutóbb, határozottabbak voltunk. Egymás után alakítottuk ki a helyzeteket, amit sajnos nem sikerült értékesíteni. Azt gondolom, jó úton haladunk, és mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk. A mai nap korán reggel keltünk, 7 óra körül, és mentünk ki a tengerpartra futni. Utána volt egy kis rövidebb reggeli, és utána hát pihenéssel telt, visszafeküdtem még kicsit aludni a korai kelés után. Most két választás, ugye a hidegvizes, akkor nem kell korán kelni, de viszont nagyon hideg a víz, ilyenkor meg korán kell kelni, de én azt mondom, hogy mind a kettő más, mind a kettőre szükség van ilyenkor ez a szervezetnek. Egy hónapja készülök a DVTK-val, és csak azt mondhatom, hogy ez egy jó csapat, jó játékosokkal és jó emberekkel. Úgy érzem magam, mintha egy éve és nem egy hónapja lennék itt.